Sok bőrtípus létezik, erről már ugye sokat beszéltünk, erről pedig szakértőnket fogjuk, kozmetikusunkat fogjuk kérdezni, Bertalanffy Ágnes a vendégünk, aki el fogja nekünk mondani, hogy a bőrtípusokat hogyan is tisztítsuk, hogyan is kezeljük, hiszen ez mindennek az alapja, hogyha jól tudom. Sziasztok, üdvözlünk a műsorban. Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, tehát nagyon-nagyon fontos minden bőrápolás egy alapos letisztítással kezdődik. Azért érdemes egyébként a bőrtípusnak megfelelő, tehát a tisztítás során ismert bőrtípusnak megfelelő tisztítást végezni. Tehát egy bőrtípusnak megfelelő arctej, archab, illetve a tisztítás után egy tonik mindig. Nagyon fontos, hogy az összes tisztító egy lúgos, kémhatású dolog, és nagyon fontos, hogy utána áttonizáljuk a bőrt, hogy ezt az enyhén savas pH-t, ami a bőr felszínén létezik, tehát alapjáraton megvan, ezt szépen visszaállítsuk, hogy a kórokozók számára egy abszolút kedvezőtlen pH-t biztosítsunk, tehát ezáltal gyakorlatilag így komplett egy tisztítás, ami nagyon tévhit, és nagyon-nagyon el lehet vinni teljesen más irányba már a bőrt, egy szárazság, egy ekcémás, egy bőrpír felé, hogyha nem megfelelően tisztítjuk, tehát tusfürdő és szappan a tisztítás során nem jöhet szóba. Tehát minden esetben választunk egy micellás vizet. Pedig néha csak így. Megmosom gyorsan, igen. Így van, tehát egy arctisztító tej, tonik, micellás víz, tehát ezek így kompletten gyakorlatilag az arctisztításnak az alapjai. Ezt minden nap el kell végeznünk, hogy a szennyeződéseket el tudjuk távolítani a bőrről. És akkor is, ha nem látjuk. És aztán csak a sima vízzel lemossuk? Tehát, hogy miután ugye kezeltük a tonikkal, a micellás vízzel? Nem kell. Nem kell? Ilyenkor már nem kéne, hogy víz érje az arcunkat? Gyakorlatilag reggel szoktam javasolni a vendégeknek, ugye mindig alapkérdés, hogy hogy tisztítsunk. Tehát reggel, mikor fölkelünk, akkor egy langyos vizes áttöblítés teljesen elég, és napközben, ha problémásabb a bőr, esetleg nyáron jobban izzadunk, akkor lehet többször napközben tisztítani, illetve este pedig feltétlenül. És tusolás közben sem szükséges ezek szerint? Nem kell. Tehát teljesen megdöbbentem most itt. Igen, mert én azt hittem, hogy a tusolás közben ugye a meleg víz hatására úgy elképzelhető, hogy a pórusokat kitágulnak, és mennyire jó akkor megmosni az arcot, akkor ez egy tévhit. Igen, tehát a tusolás az gyakorlatilag a testnek a eszembe tisztítása. Az attól, hogy ne fürdjél le. Tehát az arc és a nyak az egy külön, tehát kiszállunk a kádból, odaállunk a tükör elé, és a bőrtípusnak megfelelő termékekkel fogjuk letisztítani. Tehát sima víz érheti a bőr, tehát most nem azt mondom, hogy víz egyáltalán ne éri a bőr, tehát azért azt nyilván butaság lenne, de tisztítani kell a bőrt, és nem tusfürdővel, tudom, hogy az a legegyszerűbb, ráöntjük, fölhabosodik, letusoljuk, készen van. Nagyon el tudja tolni a bőrt egy olyan kedvezőtlen pH-ra, ami aztán minden felületet ad minden kórokozónak, minden problémának. Ágnes, akkor most fürdessük meg az arcunkat, jó? Jó. Hát nézzük, hogy hogy kell. Mutasd meg, hogy akkor hogy kell nekünk, és hogy a bőrtípusokból indultunk ki. A kedves modellenek milyen bőrtípusa van? Csak hogy így a nézők is. Igen, tehát gyakorlatilag neki egy kombinált bőrtípusa van. Ez mit jelent? Úgy mondjuk, hogy egy korpás szeborrea, tehát T-vonalban ugye apró pici miteszerek, tehát tisztítani való kozmetikailag, illetve minden bőrtípusnak van, kivéve a gyerekeknek van egy felszíni vízhiány, azt nagyon fontos mindig kezelni, azt majd el fogom mondani egy kicsit később, illetve ugye látszik, hogy fénylik neki, valószínű, hogy ő neki minél jobban bejön a meleg, akkor ez a jobban előtérbe kerül neki ez a fénylés. Azt hiszik ilyenkor a vendégek, hogy ez zsíros bőr, és akkor jaj, nem szabad kenni, tehát arckrémmel kell majd kezelni, csak vizes bázisú, tehát nedves krémmel, nem zsírossal, és nyugodtan az ilyen bőrtípust, ami fénylik napközben, többször lehet tonizálni. A tonik gyakorlatilag tökéletes erre. Mivel fogod kezdeni neki a tisztítást? Habbal, tonikkal? Gondoltam, hogy hoztam akkor egy habot, és akkor a habot gyakorlatilag lehet többféleképpen, tehát nedves vattakorongra, vagy nedves kis szivacsra, vagy benedvesített kézzel gyakorlatilag az arcon eloszlatva. Tehát akinek kombinált, egy picivel érettebb bőre van, akkor ez a habos tisztítás, ez megfelelő számukra. Így van, csak az a lényeg, hogy bőrtípusnak megfelel legyen. Általában gond szokott lenni a bőrtípusnak az analizálásával, meg a meghatározásával. Én azt szoktam erre mondani, hogy azért mindenki találhat egy jó szakembert, egy jó kozmetikust, kikérdezheti, és utána már sokkal könnyebb egy-egy terméket. Hát igen, ezt magunktól ne kezdjük el. Igen, így az van, első, tehát nem analizáljuk magunkat, hogy most zsíros a bőrünk, és akkor
leszárítjuk, tehát azért szokott ebből igazából komoly probléma lenni. Hát köszönjük szépen, azért fürödjünk is le, az arcunkat is ápoljuk, habos, tonikos, minden, de az első lépés legyen az, hogy akkor megállapítjuk, hogy kikérjük egy szakember véleményét. Milyen bőrtípussal rendelkezünk. Rendelkezünk. Így van. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, sziasztok!